Nekem az a mániám, hogy az életmódváltás az alapvetően nem kalóriaszámítás, bár lehetséges, nem csak egyszerűen az, hogy mozogja annyit, amennyit csak lehetséges, bár elképzelhető, hanem ez alapvetően nem csak a dietetika és az edzés tudomány területe, hanem legalább annyira vagy még jobban a viselkedés tudományé. Köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót itt a Builder Podcast következő részében. Ma ismét Lakatos Péter lesz a vendégem, immár másodszor, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és egy nagyon fontos témáról fogunk ma beszélni, ez pedig maga a Kortalanul és a Kortalanul programnak az eszenciája, tulajdonképpen kicsit spoilerezek, de majd rátérünk erre, hogy mi. Úgyhogy köszöntelek nagy szeretettel ismét a podcast stúdióban. Köszönöm és a mai részben. Ugye Pétert, aki esetleg nem ismerné, javaslom az előző rész megtekintését is, illetve a Kortalanul projektet felkeresni a Facebookon, illetve hát annyit el is tudok mondani, hogy életmód tanácsadó, életmód szakértő vagy, FMS módszer megalkotója. Hát inkább terjesztője. Terjesztője. A Greikuk, igen, meg a Libertől. Krav maga mester vagy, nagyon sok mindennel foglalkozol. Brazil Jiu-Jitsu, ugye, Strakamisi alatt. Igen. Így van, így van. Megmondom őszintén, ma reggel zuhanyzás közben felötlött bennem egy hasonlat, ami, hogy hogyan tekintek én Lakatos Péter, és remélem helytálló lesz a hasonlat, mert én úgy érzem, hogy az emberek egy kicsit a saját mátrixukban élnek, mint Neo, és számomra te voltál Morpheus, aki odajött, és azt mondta, hogy hát a nyúl üreg ennél sokkal mélyebb. Ez már jó 6-7-8 évvel ezelőtt volt, nem is tudom mikor, és akkor kezdtem el behatóban foglalkozni a táplálkozás tudománnyal, olyannyira, hogy most már egyetemre is járok, és ott is ugye tevékenykedek, de te voltál az én személyes Morpheusom, aki berángatott, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert úgy látom, hogy mindenki a saját kis mátrixában él, mint egy kis Neo, és nem lát túl az adott horizonton. Itt már egy kicsit elmegyünk ilyen Neil deGrasse Tyson irányba is, de abszolút fontos lenne, hogy megértsék az emberek, hogy a mikrokörnyezeten kívül is rengeteg más lehetőség van, amivel javíthatnak az életmódjukon. És itt rá kell térjünk a Kortalanul projektre. Nem tudom, emlékeznek-e a kedves nézők és hallgatók Péternek a könyvére. Ez mikor is jelent meg? Én most hirtelen nem vagyok benne biztos, de fel is lapozom, hogy a mikori kiadás van. A 2020-as. És ezt a könyvet hát már erősen szétjegyzeteltem. Magának a programnak az alapjait tartalmazza, mint egy útmutató. Tudsz nekünk mondani egy pár szót arról, hogy hogy zajlik ez a program? Tehát aki ide belép, mit várhat, kik vannak a programban, milyen eredmények vannak esetleg? Onnan kezdeném, hogy általában azok a könyvek, amik kikerülnek a kezem alól, azok valójában első körben nekem szolgálnak jegyzet. Tehát hiszek abban, hogy amit meg akarok tanulni, azt szeretem leírni. Ha leírom, akkor valamilyen koherens módon próbálom logikai sorrendben rendezni, hogy miről szól a történet. Ez én nagyon így működik egészen pontosan, és addig rendezgetem és rakosgatom ide, oda végén lesz belőle valami, ami lehetséges, hogy éppen egy könyv. Ez a könyv, ez még szerintem elég bonyi volt, tehát hogy lehet, hogy nekünk ez így izgalmas történet, de azért mondjuk a laikusnak ez lehet, hogy még egy mély víz egy picit. Az új könyv, az eszencia, azt ezt a problémát próbálja egy kicsit kiküszöbölni, és talán szerintem jobban érthető lesz, bőven jobban érthető lesz. És ugye közben elindult a csoportunk, ami most ilyen 43 ezer főt számlál, és ott azért elég sok információ van ingyenesen, a napi szinten is, tehát különféle ilyen kis mini videók, meg mini cikkek, meg témák kibontva. Ezen a héten is van egy speciális témakör, pont a légzés. És akkor vannak ilyen letölthető ingyenes anyagok, amikkel segítünk azoknak, hogy mondjuk azt mondja, hogy hát nem venné meg elsőre a könyvet, semmi gond, van, mit tudom, 5 darab mini e-book, és akkor el lehet ebben mélyülni egy picit, ami az életmódról, vagy életminőségről szól. Hát ilyen mániákus jegyzetgyűjtögető vagyok, és minden könyvedet megveszem, és imádom is őket, viszont az első, nekem is az volt, mikor beléptem ebbe a Facebook csoportba egy pár éve, hogy itt van egy ilyen kis PDF, ami összefoglalja, hogy miről is van szó, letöltöttem, még tegnap este is elolvastam.
a nézőknek világítsuk meg, hogy mik az alapok, mi az, ami adja ennek a programnak a szerves részét. Miben kell gondolkodni? Mm-hmm. Tehát jellemzően a legtöbb szakértő azt gondolom, és ezzel nem kritizálom őket, mert valahol el kell kezdeni, meg értem, hogy nem minden területben lehet jártas az ember, és én sem tartom mindenben jártasnak magam teljes mélységében. Szóval 14 olyan terület van, amit mi használunk, és ebben tényleg benne van, hogy tipikusan az étrendmozgás, persze ezt nem lehet megkerülni, és általában ez a kettő olyan nyomógomb, amit az emberek használnak életmódváltás során, de azt gondolom, hogy ennél vannak mélyebb, tehát hogy a hierarchia, hogyha ezt vesszük, akkor a légzés, alvás, fénykörnyezet, cirkadián ritmus, közösség, hő, ezek mind ide tartoznak egyébként, kiegészítők is még sorolhatnám, és az én dolgom az, hogy különféle objektív és szubjektív tesztekkel segítsek az embereknek abban, hogy lássák, hogy melyik az a belépési pont, ahol a legnagyobb nyereséget a legkisebb rizikóval elérik. Megpróbálok nem ugrálni, mert általában nekem szokásom, hogy elkalandoznak a gondolataim, és nem arról fogok beszélni, amire alapból szerettem volna, de talán kezdjük azzal, ezzel az idézettel, a Kortalanok könyvnek az idézet, az első fejezetében szerepel egy idézet, azt megengedik a nézők, hallgatók, felolvasom. Ekkor az Úr így szólt, nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test életkora csak 120 év legyen. Ez a Teremtés könyvében szerepel. Nagyon érdekes, hogy pont ezzel nyitottál, és erre vannak is bizonyítékaink, tudományos vizsgálatok, ahol azt mutatják, hogy kb. 120 évre van tervezve az ember. Ennek ellenére nem élünk 120 évet, elég ritka. A kérdés az persze, hogy ez egy tervezett elavulás-e. Ha már ilyenről beszélünk. És már rá is térünk arra, hogy hogyan élhetnénk kortalanul, hogyan lehetne e felé a 120 év felé tendálni. Tehát tervezett elkopásról van szó tulajdonképpen, szerinted? Nézd, amikor az öregedésről van szó, akkor jellemzően a tudományos konszenzus az valahol 9-12 elemet sorol fel, hogy mik azok az okok. Ezeknek a többsége a laikusoknak alig ha érthető. Tehát mondjuk egy biztos, hogy hiányzik belőle, amit én mindig kerestem és hiányoltam, mondjuk az, hogy a mikrobiom hogyan hat az öregedésre. Ez olyan furcsa, hogy a mikrobiomról annyit tudunk, csak nem tesszük bele ebbe a 9-es dologba. De valóban azt látjuk, hogy van egy ilyen meghatározott. A gyulladásoktól kezdve nagyon sok minden ide tartozik. De ezzel együtt azt látjuk, hogy igen, értjük, hogy mi okozhatja, és ennek nyilván van, mit tudom én, a betegségnek, ráknak és öregedésnek antioxidáns elmélete, meg nagyon sok minden. De valóban valami elromlik, mintha szabályozottan történne ez az elromlás gyakorlatilag, és a tudomány azt próbálja most feltárni, úgy az egyik irány az a éljünk végtelenségig, ami szóval nagyon érdekes lehetőség. A másik azt mondja, hogy ha valóban van egy ilyen sapka, akkor hogyan lehetne jutni a végéig, úgyhogy mondjuk tényleg az utolsó 1-2 év az, ami mondjuk nem annyira komfortos, de az összes többi az egyébként jó erőben, meg úgy kellemesen telik. Ezzel a sapka kifejezéssel utalsz esetleg a telomerekre? Akár a telomerek, igen. Tehát megint mindegyik területnek, ugye a telomerek kopása vagy hossza, itt ugye a horvátféle klokkot lehetne, ugye az órát lehetne idézni. Tehát mindenki próbálja ezeket egyébként megfejteni, hogy mi az egy olyan elem, ami igazán meghatározza, és hogyha igen, akkor ha azt megoldjuk, akkor persze örökké élünk. Én most láttam egy érdekes kutatást, ahol például a telomer hossz, hogy ez nehezen lehet mérni egyébként, tehát hogy nem úgy van, hogy az ember beúlik egy laborba, mérjük már egy telomer hossz, de hogy a telomer hossz, ami egészséges kontextusban a hosszú életet jelenti egyébként, beteg kontextusban pedig a rákot, ez csak úgy mellé érdekességképpen teszem, hogy ez korrel például a marokerő nagyságával. Tehát, hogy ha azt látjuk, hogy valakinek magas az életkori marok ereje, akkor egyébként a telomer kopása is alacsony. Világosítsuk meg itt a nézőknek, hallgatóknak, akik nem tudják, a telomer ugye ez a DNS végén található kis kupak sapka. Így van, a kromoszom végén vannak ilyen kis kupakok, és ezek minden egyes replikáció során, amikor a sejt ugye replikálódik, akkor ez ugye kopik, csökken, és minél kevesebb van belőle, vagy minél rövidebb, annál valószínűbb előbb-utóbb maga a DNS fog sérülni, és ezt általában egy ilyen cipőfűző
szokták hasonlítani nagyon plastikusan, amikor lejön róla ez a kis műanyag fedő réteg, akkor úgy szétbomlik és kezelhetetlenné válik. Ez szerintem egy ilyen nagyon jó plastikus analógia. Azt is érdemes szerintem tudni az embereknek, visszatérünk majd mindjárt a marokerőre, de magát a könyvet is szeretném egy kicsit promózni ezzel, hogy itt ezek a fogalmak ki vannak fejtve, illetve van benne egy nagyon-nagyon jó rész, ahol a sejt működését egy gyár működéséhez hasonlítod, ami szerintem abszolút érthető a laikusoknak is, és talán ez egy picit extra tudást adunk az embereknek, hogy megértsük a saját működésünket, mert tudunk mondjuk e-mailt küldeni, tudunk programozni, nem tudom mennyi millió kütyüt tudunk kezelni, de az, hogy az emberi test hogy működik, ez nem igazán foglalkoztatja az embereket, holott ebből a bőrkabátból csak egy van. Tehát erre kéne a legjobban figyelni. És a könyv erre tök jó példát ad, illetve tök jó hasonlatot ad. Szoktam is használni utólagos engedelmeddel néha ezt a hasonlatot, mert szerintem nagyon-nagyon hatékony így elmagyarázni, hogy mi az a gyár, ami működik bennünk. Igen, tehát hogy maga a sejt és a különféle funkciói hogyan működnek, és ezt valóban azt gondolom egy gyár működésével, vagy akár egy vállalkozás működésével lehet jól leírni, mert ez valójában egy ilyen. És ugye itt vannak olyan dolgok, amik szintén egy átlagember számára furcsák lehetnek, mikor arról beszélünk, hogy AMPK enzim, vagy mTORC1, vagy sirtuinok. Na most a sirtuinok nekem nagyon egy érdekes téma, és hallgattam is Dr. Sinclairnek egy csomó előadását ezzel kapcsolatban, hogy ez micsoda. Lehet, hogy ebbe egy picit bele is lehetne menni. Ugye ez a sirtuin rövidítés, ez a Silence Information Regulation, valami hasonló rövidítés, ugye. De hol van ennek köze a hosszú élethez? Ezeknek, hát ugye ezek sirtuin családok gyakorlatilag, tehát emlékeim szerint van ebből 7-es darab, amiről tudunk most ebben a pillanatban, és hogy mindegyiket más típusú tevékenység fogja aktivizálni, de még a sirt egy az valóban az öregedés gátlás, tehát annak van köze mondjuk a bőjthöz, meg egyebeknek, és gyakorlatilag ezeknek az aktivitása lesz az, ami majd meghatározhatja azt mondjuk, hogy mennyire egészségesen is meddig élünk. Uh-huh. És hát nyilván ugye felhozta egy másikat, még az AMPK, meg az mTOR, amilyen furcsa nevek megint csak, de itt megint, ugye valami fajta példát akartam erre adni, és akkor ugye ez a gázpedál, fékpedál volt nagyjából. Erre a példa. Megint ez az én fejem így működik körülbelül. Tehát ugye az egyik az egy, nevezzük úgy, hogy anabolikus történet, ez a felépítés, ami jó kontextusban tök jó, mert akkor ugye izmot építünk, meg egyebek. De egyébként nyilván ez a burjánzás, vagy túlburjánzás is lehet, és egy ponton túl ez már ugye nyilván a rákhoz is elvezet, a tumoros betegségekhez. Tehát azt szoktuk mondani, hogy amikor az mTOR nevű enzim, fejre, stb. Ez folyamatosan és túlzottan aktív, akkor bizony okozhat problémát, és akkor, amikor őt sikerül egy bizonyos szintig alá levinni, és az AMPK nevű enzimet egy picit hangsúlyosabbá tenni, akkor ezek tipikusan a bőti szakaszok, vagy a kalóriamegvonás. A kalóriamegvonás, szűkebb ablakban étkezés, vagy bizonyos makrotápanyagoknak a csökkentése. Tehát olyankor hangsúlyosabban dolgozik ez, és ez pedig gyakorlatilag nem másról szól, mint amit úgy hívunk mondjuk, hogy autofágia, ugye, tehát az önjavító folyamatok a sejtben. Tehát ezek így ilyen libikókaszerűen dolgoznak, és hát az új elmélete ennek, ugye az, hogy van egy ilyen elmélete is, hogy a bizonyos makrotápanyagok, tehát például a fehérje az mTOR aktivitást nagy mértékben növeli, ergo a fehérje rákot okoz. Tehát ez egy olyan típusú, hát mentális gimnasztika, nem tudok más mondani, mert hogy ezt így, tehát hogy így, ilyen tégelyekben sok mindent be lehet bizonyítani, csak hogy nem így néz ki az életben, ugye ezt látjuk. Tehát in vitro sok mindent tudunk, de az, hogyha ezt áttransportáljuk mondjuk egy emberi működés, az már nem igaz. Igen, ez rodent kísérletek, bocsánat, rákcsáló kísérletekben is ugye látjuk, hogy egy rákcsálón bemutatni azt, hogy a metioni restrikció az milyen hosszú életet eredményez az emberi szervezetre, ez nem biztos, hogy igaz, hiszen a metionin egy nagyon fontos indító aminósa például a transzlációban, igen. Szóval hogy itt is az lesz az érdekes, hogyha megnézzük, hogy és egy hierarchiát felrajzolunk, és megnézzük, hogy ezt az mTOR-t mi aktivizálja, és az aktivizáció az nagyon fontos, hogy ciklikus, tehát akut, vagy krónikus, ami nagyon teljesen más sztoriba kerülünk hirtelen. Nyilván a krónikusról, tehát folyamatosan magas, akkor igen, okozhat nagyon sok kalamajkát.
És igen, a fehérjehez képes emelni, de a helyzet az, hogy ennél az inzulin jobban emeli, és ami még súlyosabb állítás, hogy egyébként az erőedzés még annál is jobban emeli. Na és akkor eljutunk oda egy ilyen kritikai gondolkodáson belül, hogy látjuk-e azt, hogy mondjuk az edző és izmos emberek azok hullanak, mint a legyek rákban. Statisztikák nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy aki erősebb és izmosabb, tovább és jobb minőségben él, ezt minden ilyen jellegű kutatás megerősíti. Szóval, hogy abból azt levonni, hogy emeli valami az mTOR-t, az nem jelenti automatikusan az, hogy egészségtelen. És ebből azt mondani mondjuk, hogy vigyük vissza a klienseket a 0,8 g per tesszúkilogrammos fehérjére, mert mi lesz velük, rákot kapnak direkt módon. Ezzel szemben azt látjuk, hogy inkább izomtömeget veszítenek. Uh-huh. Ami hosszú távon egy nagyon komoly egészségügyi kockázat minden betegség esetén. Ez általában nefrológusoknak szokott lenni a vezérelve, hogy ne igyon fehérje turmixot, meg túlzott fehérje fogyasztás, ugye az vesekárosodáshoz vezet. De mikor véletlenül is jön egy ilyen kritikus kérdésem, hogy és tudna példát mondani arra, hogy hány ilyen ember van, aki azért, mert naponta két adag fehérjét megiszik, extrában ő vesebeteg lesz? Hát nem, de a statisztika. De értem, statisztikát meg én hamisítok. Szóval ez így nehéz. Erre csak megint a Stuart Phillips féle meta-analízist venném elő, ahol egyébként ezeket az adatokat fésülték össze, és a Phillips professzornál ugye tisztán kiderült, hogy egy egészséges populáció esetén a magasabb fehérje bevétel, értsd 1,5-2 g per tesszúkilogramm, nem okozott a EGFR értékekben egyébként olyan változást, ami patológiás változást lenne. Most az, hogy valaki egyébként már éppen dialízisre vár, az más téma. Az egy teljesen más téma, de nem akarok hülyeséget mondani, a Velkei Ádám, amikor dolgoztam, és ő pont arra várt, és ő ugye egy transplantált sprinter világbajnok, világcsúcstartó, még akkor is, és most ha hülyeséget mondok, elnézést kérek, de úgy emlékszem, hogy ő volt ilyen 0,8 g per tesszúkilogrammon akkor, mert hogy versenyzett. Lehet ilyen alacsony szinten tartani? Hát neki muszáj volt. Tehát abban a helyzetben neki valóban, mert hogy a vesély nem működtek, és ugye rendszeresen kellett dialízisre járnia, ő a minimumot kapta akkor meg, ami egyébként nagyon sok. Tehát hogy egy 2022-es kutatás alapján azt tudjuk, hogy az amerikai nőknek a fele az nem, hogy a 0,8 grammot nem eszi meg naponta, hanem épp, hogy elér 0,4 grammot. Ez nagyon-nagyon alacsonynak hangzik. Ez hogy tudják ezt? Maradék 25% az a 0,8 grammot éppen, hogy eléri, és akkor marad egy ilyen, emlékeim szerint ilyen 23% maradt, aki egyébként a 0,8 fölött van. De hát valójában őszintén croissantból meg kifliből nem fog összejönni. Hát a gyökérok akkor megvan, hogy tulajdonképpen az ultrafeldolgozott élelmiszerek, aminek a többsége kiteszi az amerikai étrendet valószínűleg. És hát van egy fehérje küszöbb hipotézis, amit mindig elfelejtünk, ugye Robbenheimer és Simpson elmélete, ami most már inkább gyakorlat, ugye először valóban a patkányokon, egereken, sőt, sáskákon, meg egyebeken tesztelték. Tehát a sáskáknál, hogyha nem kapnak elég fehérjét, akkor megeszik egymást. Tehát nagyon egyszerű a történet, ezt nem javasolnám a kedves nézőknek, már hogy egymást tegyék meg. De ugyanezt látjuk embereknél, hogy ezt úgy hívják, hogy fehérje higítás elmélete, nagyon érdekes, és minél jobban csökkentjük a fehérjét, tehát adott populáció étkezésében, emberekről beszélünk, annál nagyobb lesz egyébként az összkalóriabevitel, mert mással kell pótolni. A szervezetnek ugye a nitrogén egyensúly és bizonyos aminosavak tekintetében hozzá kell jutni ezehez a fehérjéhez. És ha nem jut hozzá, akkor eszik mindent, csak hogy bejöjjön valamennyi. De mire bejön az a valamennyi, addigra mondjuk túleszi magát 3-400 kilokalóriával. Ez durva. Ugye se mellé még társul, hogyha sportol is valaki, a leucin küszöb, ugye, ami egy kb. 2,5-3 g leucint irányoz meg étkezésen. Ez ugye itt megint professzor Don Lehmann kell behozni, mert hogy itt van egy olyan dolog, hogy valóban a leucin küszöb az nagyjából olyan 2-2,5 g per étkezés. Nagyjából a fehérjében dús ételeknek kb. 9-12% a leucin, ugye ezt tudjuk. Tehát van benne 30 g leucin, akkor az hát valahol 2-2,5 g. Bocsánat, a fehérje, akkor fehérje, így van. Na most... Az életkori sajátosság, és ezt nem én mondom, hanem Don Lehmann mondja, hogy ahogy
idősödünk, és ez főleg a 35-40 fölöttieknél van, ez a leucin küszöb emelkedik. Tehát az, ami korábban elég volt gyerekeknél, gyakorlatilag, hát tényleg egy gram. Ők ránéznek valamire, attól nőnek. Így igen. Van, de hát más az anabolikus környezet, ezt ne felejtsük el. A felnőtt korban ugyanez nagyjából azt jelenti, az ő elmondása szerint, hogy ilyen 40-45 gramnyi fehérje per étkezés lenne az optimális, az elegendő mennyiségű leucin okán. Uh-huh. Na most itt megint az a probléma, hogy ezt a női kliensek, és ugye még a beszélgetés előtt beszéltünk arról, hogy mondta, hogy kérdezed majd, hogy kik vannak benne a programban. Igen. Itt most erre visszakötök gyorsan, mert a részvevőinknek a 70%-a nő. És ez tényleg mondom nagyon őszintén, hogy a 90%-uknak az egy homlokra csapásos élmény, hogy én azt hittem, hogy elég fehérjét eszem. És akkor, és hogyha azt mondom neked, hogy legyen csak másfél gram per testsúlykilogram, ami azért egy ilyen, azért tudjuk, hogy a 2 gramra nagyon sokszor szükség lehet, ha fogyókúrázol. Tehát ha kalória mínuszban vagy, hogy izmot tartsál meg. Ezt nem én mondom, hanem egy csomó kutatás. Mondanak ennél magasabb számokat, mert nem ki sem merem mondani. De hogy ha mondjuk egy 60 kilós nőnél vennénk egy 150 gram, nem szénhidrátot, hanem a fehérjét, igen. Ugye, hanem a fehérjét, akkor ez egy fehérje költségvetés aznapra. Tehát aki már dolgozott múltánál, az tudja, hogy van egy költségvetés, amit el kell költened, mert különben elveszik. Ugye ez ismerős, aki már dolgozott ilyen. A fehérje is ilyen, hogy azt érdemes lenne megenni. És akkor mondjuk, ha naplózza a kliensem a napját, és akkor azt mondja, hogy hát reggel én megettem 2 croissant, meg egy mandulateljes kapucsinót, és így néz rám ilyen vágyakozóan, hogy mondjak egy számot erre, hogy szerintem az mennyi fehérje. Uh-huh. És akkor azt mondom, hogy 0. És azt mondja, hogy de ez nem létezik. Tehát mondom, de hogy egyébként anabolikus hatását tekintve 0 gram fehérjét vittél be, hányszor eszel ma még 2-szer? Mondom, érdekes lesz abban a 2-ből bevinni a 150 grammot. Uh-huh. Tehát, hogy meséld el nekem, ez hogy fog megtörténni. Igen, mert ilyenkor szerintem túlbecsülik. Az emberek aztán a szénhidrátfogyasztást alul, meg a zsírfogyasztást alul. Az energiafogyasztást általában alul. Igen, a fehérjét meg túlbecsülik. És az aktivitás szintet pedig felülbecsülik, ez így van. Hát ez van. Számtalan eset van arra, vagy példát lehet arra mondani, ugye, hogy bejön valaki az edzőterembe, és mondjuk felül egy ilyen kardiógépre, teker 20 percet, és de elfáradtam, meg hogy mennyi kalóriát elégettem, és kifelé meg a büfébe egy rántott húsos zsömlével ugye megjutalmazza magát, és kalória többletben van tulajdonképpen. Mert... Sőt, a helyzet ennél súlyosabb, ugye, mert a 2021-es Pontszerféle kutatás azt mutatta meg, Pontszert imádom, érdemes őt követni, hogy akkor, amikor mi azt gondoljuk, hogy mondjuk elégettünk 300 kilokalóriát, és ez, mert az, hogy azt gondoljuk, meg ezt mutatja az óra, ezt most tegyük félre. Tehát laborban kimérjük, hogy azzal a tevékenységgel 300 kilokalóriát égetett el az emberünk, de hogy minél magasabb a BMI, tehát emlékeim szerint 30-as BMI fölött, a szervezet teljesen máshogy kezd el viselkedni, és az elveszített kalóriáért olyan módon küzd, hogy egy csomó életfunkciót lekapcsol, hogy visszaspórolja. Tehát például ilyeneket spórol vissza a szervezet, hogy az izgész mozgás lecsökken. Tehát ezek a mikromozgás, pislogás lecsökken. A testhőt leviszi, és a nap végére képes az elégetett kalóriáknak a 47%-át visszalopni. Tehát igazából te nem 300 kilokalóriát égettél el, és örülsz neki, és így döntöttél a fánkról, ugye? Hanem gyakorlatilag csak 150 kilokalóriát égettél el, és az a fajta gimnasztika, vagy mentális gimnasztika, hogy akkor számolgatom, ez nem azt mondom, hogy nem kell számolgatni, tehát nagy félreértés legyen, de nagyon pontatlan adataink vannak arra nézve, hogy a szervezet mit csinál azzal az energiával, amit megettünk, és mit csinál azzal az energiával, amit el kellett költenünk. Uh-huh. Ezzel sincsenek nagyon tisztában ugye az emberek, hogy miből tevődik össze a napi energia felhasználásuk, mert ugye a BMI-t, vagy a BMR-t, ugye az alapmetabolikus rátát nagyjából talán tudjuk, ez 60%. Erre ráhatásunk nem nagyon van. Csak úgy, hogyha... Valamennyi van. De nem olyan nagyon, igen. Igen, ez megint vita kérdése, mert ugye mondhatnám azt, hogy ez a basal metabolic rate, alapanyagcsere, vagy ugye így szokták magyarra, magasabb-e akkor, ha rajtam több izom van? Igen. Tehát, hogy lehet befolyásolni ilyen módon, természetesen, vagy hűvösebb szobában alszom. Uh-huh. Tehát ezek trükkök, de lehet befolyásolni. De a következő, amit az emberek gondolnak, ugye, az az aktív kalóriai, az edzés, ugye?
hogy azzal mennyit elhasználok. Tehát az úgynevezett exercise-induced energy. És akkor gyakorlatilag ugye, és magával az edzés elégedett energiamennyiség. Hát ez nagyon kevés. Ez csak pár százalék a napi energia. Nagyon kevés, és akkor ehhez képest van ez a non-exercise, tehát a NEAT, ami azért lesz vicces, mert ez nagyon nagy. És ez lenne az egész nap motorgásom, meg igen. Jövök, megyek, meg elmentem bevásárolni, meg felmentem a lépcsőn, felemeltem a gyereket, és egyebek. Ez a legtöbb egyébként ebben a kontextusban, ami a mozgáshoz kapcsolódik. És van egy nyilván az ételeknek a termikus hatása. Termikus hatása, mert hogy az emberek nem értik sokszor, hogy amit megeszek, ahhoz, hogy abból kivegyek energiát, abba energiát kell befektetnem. Uh-huh. És hát nyilván a szénhidrát az egy dolog, ugye, hogy abban mennyit kell befektetnem. Tehát mondjuk a zsírba 3-5% energiát fektetek be, és már jön vissza, csőstül az energia. A szénhidrátnál ez 12-15%. A fehérjénél ez lehet 25-32% is. Tehát effektív ennyit bukom, akkor, ha ezt a makrotápanyagot használja a szervezet energiaforrásként. Tehát, tehát magyarán a fehér ez nem egy jó energiaforrás. Igen, ugye? Nem célszerű csak erre támaszkodni. Ez így van. És egy szakértőnek, ugye vagyunk egy edző, táplálkozási szakértő, stb. Ugye általában az edző kollégák, azok, meg én is ilyen voltam nagyon sokáig, tehát hogy semmiatt nem mondok, amit nem követtem volna el egyébként évtizeken keresztül, azt próbáltuk minél aktívabbá tenni, az edzés tényleg a csávó kikönyököljön a sarokba hányjon, már elnézést, és elégettünk 300 kilokalóriát, ami most már tudjuk, hogy nem biztos. És akkor ehhez képest a maradék 23 óráról nem beszélgettünk vele. Uh-huh. Az, hogy ő hogy parkoljon távolabb, leszálljon hamarabb a buszról, ne használja a liftet, és még sorolhatnám a példákat, amivel egyébként definitíve több energiát éget, mint az én kezem alatt az edzésen. Igen, de ott meghal, azt érzi, azt mondja, ú, de jó volt, mert elfáradtam, meg fáj. És ugye neked van erre egy tök jó hasonlatod, hogy a fájdalomra. Hát igen, hogyha ha attól lenne hatékony egy edzés, hogy fájdalmas, akkor megvernénk egy bottal a sportolót, igen. Ugye? Tehát, hogy akkor ez lenne. Igen, tehát, de nem ez a cél. És ebben a, tehát hogy az egészet egyben kell nézni alapvetően, tehát a teljes energia bevitelt is és leadást is, és mondom, ebből a szempontból talán a legkönnyebben befolyásolható valóban ez a nem edzéssel elégetett kalóriamennyiség, ami az egész napos aktivitásom, kivéve az, amikor alszom meg, ugye, ami ezt csak ahhoz kell, hogy túléljek, ami a BMR. Aztán a nézők, hallgatók is megfigyelhetik, hogy általában azok az emberek szikárabbak, akik folyamatosan izegnek, mozognak, nem? Hát valami apró mozgást mindig csinálnak, vagy a lábukkal dobolnak, vagy az asztalon, remélem, ez nem hallatszik belőle nagyon, hogy zongoráznak ők valahol. Ez genetikai is. Ez genetikai is. És van egy Val Nezetkin nevű orosz sportkutató, szerintem a világ legjobb szakembere egyébként, ő nekem a mentorom, én nagyon sokat tanulok a Valtól, és próbálom elhozni Magyarországra már évek óta, és tehát ő olimpikon volt, és utána lett egyébként olyan emberekkel dolgozott, akik Anokin, és még sorolhatnak egy csomó olyan nevet, akik megjelentek a különféle edzés periodizációs könyvekben. És ő mondta, hogy volt a Baltikumban egy kutatás, ugye orosz tudomány, tehát, hogy nincs PubMed-en keresd. És ez úgy nézett ki, ezt ő úgy hívta, hogy kis majom, nagy majom, ami nagyon érdekes volt. Egyszerűen azt csinálták, hogy megnézték, tehát, hogy mindenre van erőforrás, ugye, annó Szovjetunióban. Állatkertben azt nézték, hogy a majmok mennyit mozognak. És ennek volt egy algoritmus, tehát írták, hogy ennyit mozgott, ilyen intenzitással, tehát, hogy mindennek volt pontértéke. Egy hétig ezt nézték, tehát, hogy mi az a természetes mennyiségű mozgás, amit a különféle majmok, azok mozognak. Oké, ez megvolt, és utána arra vették rá a majmokat, hogy nem mozoghattak annyit. Tehát elvették az életterüket egy kicsit, és a következő héten megnézték, hogy mi történik, és a csökkent mozgás hatására a majmok, mindenki annyit túlmozgott, hogy visszahozza az átlagot. Visszaálltak az alapra. Majd utána túlmozgatták őket a következő héten, utána a következő héten ezek a majmok kevesebbet mozogtak, hogy visszamenjenek a bázis értékre. És erre van a kismajom, nagymajom elmélet náluk, ugye ezt sportra lefordítva, hogy lesz olyan, mert mindenkinek a bázis értéke más volt, hogy lesz olyan sportoló, akinek nagyon sok edzésre van szüksége, és lesz olyan, akinek lehet, hogy csak a felére van szüksége, és mind a kettő ugyanabban a sportban ugyanolyan sikeres. Vannak ezek az emberek, akikre azt mondjuk, hogy alapból tehetséges, ugye, ő nem tesz bele valószínűleg annyit, mert
tudja magáról, hogy tehetséges, elmondták neki, hiszen te tehetséges vagy súlylökésben, tehát akkor nekem nem kell annyit dolgozni, nekem megvan a tehetségem, és van az, aki a lelkét kiteszi, hogy eljusson arra a szintre, hogy azt mondhassák róla, hogy tehetséges vagyok. Hát és azért bejön a genetika egyébként, tehát hogy milyen gyorsan regenerálódik az adott sportoló izomros típusok. Pontosan, vagy egyáltalán az eredés tapadás, amit azért ma már vannak arra ötletek, hogy hogyan lehetne mesterségesen befolyásolni. Uh-huh. Mert nagyon nem mindegy, hogy a csont hossza, az eredése és tapadása. Tehát ez olyan biomechanikai előnyök vannak, hát aki már végzett erős sportot mondjuk, tehát mondjuk brazil jiu-jitsuban, tényleg vannak olyan emberek, hogy ránézze, meg nem mondanád, és küzdesz vele, és hogy hát ez mitől ilyen erős, ez botrányos. És hát neki valószínűleg van egy ilyen háttér, hogy nála az eredés tapadás teljesen más típusú, nem tudom, mi a magyar szó, leverage, ugye ez a erőkar. De teljesen más erőkarokkal dolgozik az emberünk. Van ilyen? Meg se lehet mozdítani. Ez úgy állnod, mint egy elefánt, és egyébként meg egy ilyen 50 kilós kis vékony ember. Pontosan. Nekem mindig a japánok jutnak eszembe, hogy ránéz egy ilyen japán karatemesterre, és csak egy ilyen öreg apót látsz, ízé, hosszú szakálla meg bajusszal, de úgy lealász, hogy onnan nem kelsz föl. Hú, kicsit eltávolodtunk most nem a kortalanunktól, de én ezeket nagyon szeretem. Egy átlagember számára, most beszéltünk itt a táplálkozásról, hormonális jelutakról, illetve fehérjékről, ez nagyon szintén fontos, de nem biztos, hogy egy átlagembernek ilyen mélység ugye bele kell ugrania hirtelen. Maga a kortalanú programban ugye személyre szabottan kapnak információt, illetve kis csoportokban, mert látom, hogy keresnek az emberek csoportot. A csoportok azért lesznek érdekesek, mert nekem az a mániám, hogy az életmódváltás az alapvetően nem kalóriaszámítás, bár lehetséges, nem csak egyszerűen az, hogy mozogja annyit, amennyit csak lehetséges, bár elképzelhető, hanem ez alapvetően nem csak a dietetika és az edzés tudomány területe, hanem legalább annyira, vagy még jobban a viselkedés tudományé. Tehát ez egy holisztikus program, ahol hát ebből az emberek egymást húzzák, tolják. Na most van egy sor olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy például az úgynevezett elszámoltatási partner, az sokkal sikeresebbé teszi a programot. Tehát ugye vannak ilyen, hogy elgondolások, hogy csak egy az egyben lehet egyébként életmódot váltani. A kutatások nem ezt mutatják. A minél nagyobb csoportban, és azon belül kis segítő csoportokban végezték a programot az emberek, életmódváltás kutatások erről szólnak, annál sikeresebbek voltak. Ez mit jelentett? Azt jelentette, hogy nagyobb eredményük volt, tovább kitartottak, és hosszabb ideig tartották meg a megnyert eredményeket, amennyiben ez csoportban történt. De hát tegyük hozzá, hogy az anonim alkoholisták sem egy az egyben szoknak le. Mm-hmm. Tehát ez millió példa van, ahol látjuk azt, hogy, tehát, hogy egy ultrafeldolgozott ételekhez kapcsolódó rossz viszony az egyébként nem, jellemzően nem nagyon eltérő attól, mint ahogy valaki mondjuk, ahogy alkoholista, vagy ahogy dohányzik. Az egy rossz szokás. És az ennek a rossz szokásnak jó szokásokkal való pótlása, az nagyban függ attól, hogy a körülöttem lévő család, barátok, támogató közeg, az velem van-e. Uh-huh. Ezért egy olyan közeget próbálunk kialakítani, tehát nekem ebből a szempontból, most lehet, hogy hülye hangzik, de a segítő közeg, az elszámoltatási partner, és az, hogy a stresszkezelés egyébként fontosabb, mint az, hogy mi a makrotápanyag aránya. Mert ugye ez már ciki, nem? Hogy a Marika meg tudta csinálni, Pisti meg tudta csinálni, és akkor csak én vagyok lemaradva a csoportból, csak azért is. Valahogy a magyarban mindig van ez a csak azért is, megmutatom. Egyrészt, másrészt pedig, amikor a másikat segítem. Tehát most gondold el csak azt, hogy vegyük azt, hogy mondjuk én le akarok fogyni. És azt mondanám neked, hogy te vagy az én elszámoltatási partnerem, és egyszerűen, amikor ételek közelébe jutok, ez az én rossz szokásom, akkor elvesztem a kontrollt. Uh-huh. És akkor elmondanám neked, hogy nekem vannak olyan ételek, ami abszolút gyengeim. Tehát legyen mondjuk ez a krémes. Okay? Kriptonit. És van egy megállapodásunk egyébként, amit tartunk, transzparencia, hogy mielőtt bármi hülye ételt tennék, vagy bármilyen ételt tennék, te nem vagy dietetikus, én sem vagyok, az átküldöm neked SMS-be, hogy mi a véleményed. Uh-huh. 10-ből 9-et át sem fogok küldeni, mert megalázó. Tehát nem, tehát nehogy már átküldöm a krémest, ez milyen gáz, igen, nem? Igen, figyelj, biztos nem küldöm. De mondjuk átküldöm, és te visszaírod, hogy csak annyit visszaírsz, hogy szerintem nem jó ötlet, nem segít a céljaidban. És azt mondom, jó, de amíg átküldtem, is gondolkodtam. Aha. Amíg vártam a választ, addig is gondolkodtam. Érted? Hm. Tehát ezek apró ötletek, csak az a vicces, hogy működnek.
Aha. Okay. Tehát egy ilyen pszichés dolog tulajdonképpen benne ezek van. Ezek sokkal erősebbek. Tehát most gondolj bele abba, amikor hogy mennyire működik a psziché. Tehát, hogy beszéljünk itt a makrotápanyagokról, és mindenki el van ettől ájulva, hogy mennyi mindent tudunk erre, meg mikró, meg egyebek, meg sejtszint, meg igen, stb. De amikor kontrollcsoportos kutatás, egyszerűen fogtak két csoport, mind a kettőnek ugye az volt, hogy séket adtak. Ugyanaz az ízű, állagú sék volt egyébként, és az egyik alkalommal azt mondták, hogy ebben van, tehát ez nagyon telített energiával, és botrányos, tehát 700 kilokalória van benne, megőrülsz, nem leszel tőle éhes órákon keresztül, a másikban ebben csak 150 van, azért jó finom, de azért hamarabb éhes leszel. Szerinted mind a kettő ugyanannyi volt, ez megvan? Mm. Tehát takra ugyanannyi volt benne, amelyikre azt mondták, hogy ez 700 kilokalória, és sokáig nem leszel éhes, attól egyébként órákon keresztül nem voltak éhesek az alanyok, a másiktól azonnal éhesek lettek, pusztán azért, mert azt mondták nekik, aha, hogy éhesek lesznek. Átkapcsolt egy valami stick az agyukba, hogy úristen, most kevés volt. Tehát az a probléma általában, hogy ezekkel a pszichológiai tényekkel nem foglalkozunk. Mm-hmm. Igen. Hát tulajdonképpen címkéket eszünk. Tehát ha megnézzünk, boltba úgy vásárolnak legtöbben, hogy megfordítja, mi van benne jó esetben, de inkább csak az, hogy szerintem kalória. Se fordítja. Hát lehet, hogy nem. Igen. De egyébként mit kell forgatni egy almán? Érted? Igen. Tehát, hogy az almára rá van írva, hogy alma, dinnyére az, hogy dinnye, az ellerre az, hogy zeller, a marhahúsra az, hogy marhahús, most tök mindegy. Abban a pillanatban, hogy egy, nem is tudom, egy biokémikus végzettsége kell ahhoz, hogy megértsem, hogy mi van az ételben, szerintem az már egy ilyen kicsit, nem? Tehát, hogy ott el kéne gondolkodni, hogy 32 sorba sorolják, hogy mi az összetevő, igen, miközben ott van egy másik hús. Igen. Vagy alma. Lassan a jövőben élünk, ahol kapszulákat fogyasztunk, meg ilyen uh-huh, gépek csinálják nekünk az élelmiszer, mint a Star Trekben, és akkor elmondjuk, hogy mit szeretnénk enni. De ez abszolút nem jó irány, és erre az irányelveid a helyi szezonális természetes, ez egy abszolút tartható és észszerű hármas szabály, ezt nem is kell sokáig tanulni, mert megragad. És egy sem azt mondom, hogy csak és kizárólag, hanem azt mondom, hogy vagy most valahol, tehát megint egy olyan alapelv, amit egy 20 éves edző, egy 30 éves edző nagyon nehezen tud megérteni. És ez az alapelv, ez ugye például Mike Boyle-nál is tetten érhető. Másik mentorom, aki mindig azt mondja, hogy minden klienssel kezdj ott, ahol éppen van. Uh-huh. Ez most ilyen, tehát vannak olyan alapigazságok egyébként, amire az ember az ilyen hülyeséget, hogy mit akar mondani a költő, de hogy nekem kell az ő szintjére menni első uh-huh, körben. Te hol vagy? Ott vagy, hogy ebben a pillanatban 80% a bevitételeidnek, vagy egy átlag amerikán 64% a kalóriáknak ultra feldolgozott. Ha ezt leveszem 55-re, már segítettem neki? Persze. Akkor menjünk arra. Uh-huh. Tehát nem az, tehát igen, természetes, helyi, szezonális, de ha ebben a pillanatban ez neki a lehetetlen kategória, akkor nézzük meg, hogy ezen belül mi a következő jó lépés. Uh-huh. És nem rögtön azt mondod, hogy figyelj, micsoda, hát nem zöldön, meg húson élsz, meg csak gyümölcsön, hát így neked véged van, mint a botnak. Igen. Hát nyilvánvalóan akkor ösztel is hisz, és vége lesz, mint a botnak. Igen. Szerintem az emberek félnek belevágni egy ilyen programba, hiszen arról gondolnak többségében, hogy itt lemondások vannak. És elolvastam tegnap este a PDF-et, ugye van benne egy időrend 0-tól 2 hétig, 2-től 6 hétig, ha jól emlékszem, és utána van utánkövetés, és maga a Kortalanul könyvben is van egy ilyen rész, hogy mik az alapok, ugye mérjünk, erősítsünk, javítsunk rajta, tehát ilyen fő sarokkövek. De az, hogy mondjunk le dolgokról, itt vártam egy hosszú listát, hogy mondjál le erről, mondjál le arról, iktasd ki az allergéneket, iktasd ki az intoleránsokat, minden. Három dolog volt, ne dohányozz, ne alkoholizálj, azt hiszem, ez így talán egy menüpont volt, aludj, amennyit csak tudsz. Közben a biztonságévet. De egyben tényleg. Igen. Tehát nem olyanokról kell lemondani, hogy... Ha sokáig akarsz élni, akkor ezt csináld meg. Nem azt mondjuk, hogy holnaptól kezdve nem ihatsz tejet. Holnaptól kezdve ne egyél kenyeret. Dan John szokta mondani, hogy ne dohányozz, ne igyál, közben a biztonságévet, és ne menj el bulizni ismeretlenekkel. Azt mondta, sokáig akarsz élni, ez a négy titok. Fiatal atlétákkal dolgozik. Tehát nyilván igen. Itt még annyit én hozzátennék, hogy nekem az nagyon fontos, megint csak megtapasztalás volt az, hogy edzőként, ugye bejön hozzám az ember, mit tudok manipulálni a stresszt. Adok neki annyit, hogy alig bír ki menni térden, nem? Szerencsétlen, és akkor utána már másnap posztol a Instán, hogy a legjobb edzőt megtaláltam, tudok járni sem. Ezeket sose fogom érteni.
És nem a kliens részéről, hanem az edző részéről, mert nem attól leszek jó edző, úgyhogy fáj neki. Igen. És akkor rájöttem arra, nyilván nem magamtól, hogy igen, például az, hogy kalóriadeficit, a stressz, tök világos. Több mozgás, stressz. Akármennyire pozitív hatásokat is kivált, de ez stressz. És a legtöbb embernek a stressz tolerancia olyan alacsony, hiszen napközben annyi stresszt kap, amit nem számolunk egyébként, pedig lehet, akkor a stresszben él, hogy újabb stresszorokat rátenni, a struktúrát összetöri. Tehát a programnak az első része egyébként az a, ezt mi úgy hívjuk egyébként, hogy adaptív kapacitás, de ez semmit nem mond, ezt magunk közt mondjuk így, ezt a kliensnek nem így mondjuk. És ez a következő a helyzet. Egyáltalán, tehát miért vagy ez, tehát mit vársz egy programtól? Vagy hol keresed a megoldást? A legtöbb ember azt mondja, hogy mondanak, hogy mindenféle le akarok fogyni, meg jobban kinéz meg, na, tegyük félre, oké. Okay. Mi a valóság? A valóság az, hogy mondjuk több, tehát úgy akar hazamenni munka után, hogy van energia a családjára. Uh-huh. Tehát vegyük azt tehát hogy valakinek kicsi a stressz toleranciája, kicsi a stressz tank, nevezzük akkor így, hamar kiürül, meg kicsi. Mire hazaér, az már kiürül, és belőle a szerettei mindig a legrosszabbat kapják. Nem? Igen. Telítődik a stressz pohár. Tehát így is beszélhetjük, vagy azt mondjuk, hogy nekem ennyi üzemanyagom van erre a napra, ez igen. Megy lefelé, amikor ennyi van, hazamegyek, akkor már nem vagyok annyira jó fej. Igen. Oké? Okay? Tehát az én dolgom az lenne, hogy egy nagyobb tankom legyen, és ezt a tankot, ha növelem, akkor több üzemanyagot lehet beletölteni, majd erről mindjárt beszélek, hogy hogyan, és akkor hazamegyek, és még félig van a tank, és tök jó fej vagyok. Meg kreatív, meg tudok játszani a gyerekekkel, meg szóval, akkor már van hobbim, csinálom azt is. Tehát nekünk az nem lehet célunk, hogy azonnal a stresszel kezdjünk, hanem először növelnünk kell a tank méretét. A tank méretét nem lehet növelni egyébként tápanyag nélkül. Tápanyagra mindenki a kajára gondol, de egyébként nem, mert a légzés is tápanyag, az oxigén tápanyag, ugye ezt tudjuk, az alvás az tápanyag, az, hogy olyan emberek vesznek körül, akik engem felépítenek és nem lerombolnak, az tápanyag, és még sorolhatnám egyébként ezeket a tanknövelő stratégiákat, és ebbe kell beletenni sok jó üzemanyagot. Uh-huh. Oké? Okay? Tehát itt megint előjön majd, hogy akkor jobban alszom, stb. Nő az üzemanyag szint is, és amikor azt látom valakin, hogy most már nő ez a fajta tank mérete, honnan tudom, mert szubjektív módon azt mondja, hogy jobban alszom, jobb a boltértéke, ugye a légzésértéke, és még pár értéket így mondhatnék, amit a programban használunk, akkor azt mondom, hogy aha, na most vagy kész arra, hogy kihívjuk ezt a rendszert. Tehát most kaphatsz stresszt. Uh-huh. Most téged, eddig a stressz téged összetört volna, most felépít. Igen, mert mindenki fejest ugrik. Holnaptól kezdve heti 5 edzés, és le fogok fogyni, és kalória megszorítás. Uh-huh. És van. 2 nap után olyan, mint a elhervadt virág, uh-huh. mert már nincs energia. Így van. Tehát, hogy én akkor helyezhetek valakire stresszt, amikor ő elbírja a stresszt. Uh-huh. És ezt fel kell építeni, ezt a tankot. És amikor a tank felépül, ő megkapja ezt majd különféle formákban, többet mozog egy picit, majd később lesz hipoxiás, tehát oxigénhiányos apró kis edzései, amik ilyen kis mini edzések. Szóval nagyon sok apróság lehet, hogy bejön az erőedzés, ami mindenkinél más jelent, természetes módon. Lehet, hogy kitalál magának, vagy kitalálunk együtt extra kihívásokat, lehet, hogy ő most már hidegzuhanyozni fog. Mm-hmm. Az a hidegzuhany, ami egyébként korábban neki egy nagyon komoly náthát okozott, még 30 másodpercre, az 6 héttel később az, hogy micsoda, hát ez semmi. És merül el a medencébe, mm-hmm. a jégbe. Lehet, hogy ő azt mondja, hogy szaunázni szeretne, mert neki most már ez fogja azt a kis stresszt megadni, ami egyébként kardiovaszkulárisan, meg hormonálisan nagyon pozitívvá válik, ugye a hormetikus stressz okán. Hmm. Tehát nekem ez a koncepcióm, hogy van ez a 14 lépésünk, ebben van egyfajta hierarchia, tehát nem tudom megoldani a te éhséggel kapcsolatos problémádat, hogyha rosszul lélegzel. Hmm. Ugyanis a következő Kahneman, oké, okay, Daniel Kahneman. Ugye van egy gyors rendszer, van egy lassú rendszer az agyban. Mit csinál? A gyors rendszer evolúciósan azt mondja nekünk, hogy éj túl. Tehát valahogy gyors válaszok, tudod. Mert az arra szól, tehát amikor, szoktam mondani a kliensemnek, hogy amikor a dzsungelben a tigris megjelenik, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy megsimogassam, barátkozni akar. Szerintem... Akkor tűnés van. Akkor tűnés van, igen. És erre van a gyors rendszer. Alacsony energiaigénnyel gyors válaszokat ad, jellemzően rosszakat. Ugye, megegyem vagy ne a minyont.
Persze, hogy persze megegyem. Világos. Okay, utána megmagyarázom. Ám, úgyis csalónapom volt. Még belefér a kalória keretbe. Így ugye? Van. Nem, lemozgom. Ja. Két busz megálló. Soha nem lesz két busz megálló. És a másik a lassú rendszer, ami ugye negatívan hangzik, de ez az energiaigényes rendszer, ez analitikus, ez gondolkodik, összehasonlít, terves, stb. Marhasok energiát használ. A döntéseink 95%-a Kahneman szerint, Nobel-díjas elmélet, a gyors rendszer hozzá. Ez érzelmi alapon működik, nem? Pontosan, tehát ez valahol a limbikus rendszer környékén van, az amigdala bőven benne lesz, stb. Korábbi emlékek. Mm-hmm. Na most ez azért lesz baromi érdekes, mert aki túl lélegző, tehát nagyon gyakran vesz levegőt, az azt mutatja a központi idegrendszernek, hogy téged kergetnek. Hiszen mi a bánatért veszel ennyi levegőt, ha neked nincs egy nagy metabolikus igénye. Tehát nyilvánvalóan vadászol vadásznak rád, vagy valami hasonló van. Tehát a lassú rendszert nem is tud nagyon bekapcsolni. Uh-huh. Nem tudsz jól reagálni. Tehát valóban, amikor lekerül egy étel, és egymás mellé rakunk ki egy egészséges organikust, meg egy másikat, ami nem annyira ultrafeldolgozott, akkor egyszerűen az agy azt fogja mondani egy nagyon gyors valószínűség számítással, hogyha holnap nem lesz kaja, mert mindig erre készül az étel, az agy. Mi van, ha nem lesz holnap? Uh-huh. Akkor azt mondja, hogy ezt a brokkolis történetet kihagyjuk, ebben semmi kalória nincsen, de ellenben ez a pizza, ez marha jó. Ebben van energia, okay. Igen. Érted? És akkor ezt fogja választani, és az gyors agy volt. És utána meg megy a lassú agy, hallod? Nem kellett sétálni. Volna. Igen, hát ez. De akkor már késő. És ezért fontos a légzés ebből a szempontból, mert hogyha nem rendezzük, nem hozom őt vissza egy úgynevezett paraszimpatikus hatás, vagy tónusba, akkor mindig a gyors rendszer fog dönteni. Uh-huh. Hm? És akkor nem gondolkodunk. Vagy lehet, csak utólag. Nekem is van ilyen csomószor, a feleségem kérdezi, hogy miért így döntöttél? Hát abban a pillanatban ez tűnt a jónak, jó, de így utólag belegondolva igazad van, ez most nem volt a legjobb döntés, máskor meg lehet, hogy előtte kéne egyek valamit. De ezt már észrevettem, hogy ha én nem eszek, akkor agresszív vagyok, és nem úgy szólok vissza, és ezzel mondjuk nem igazán segít egy ilyen cukros valami, tehát akkor egy nagy étkezésre van szükség. De a légzés az egy nagyon fontos dolog, és olvastam a jegyzetben, illetve a könyvben is egy pár ilyen tételt, hogy mikor segíthet neked a légzésnek a helyreállítása, és volt ilyen, hogyha úgy ébredsz reggel, hogy ki van száradva a szád, ha úgy ébredsz, hogy agyonütöttek, mint hogyha botta vertek volna. Hideg kézláb, így van. Női kliensem 70%-a. És igen, és akkor biztos, hogy gond van a légzéseddel. És magamon is megfigyeltem, régebben sosem volt ilyen. Tehát középiskolás koromban úgy pattantam ki reggel az ágyból, mintha riadó lenne a katonaságban. És most meg tényleg felkelek, és már megint reggel van. A sportolóknál ugye van egy, megint van az Etkin egy picit, van egy olyan kifejezés, hogy készenlét. Ez nem összekeverendő a felkészültséggel. A felkészültség az az összes adaptáció összessége, mozgás, izom, stb., amely a sportoló felkészültnek tekinthető az adott sportágban. Oké? Okay? Ez a felkészültség. A készenlét pedig az a sportoló aktuális állapota, tehát most, hogy milyen mértékben és milyen jellegű stressz képes befogadni. És ez nagyon fontos, a kettő közötti különbség. És a készenlét mérése az átlagember és az élsportoló számára is azért fontos, mert az élsportolónál ki tudjuk szöszölni azt, hogy ma robbanékonyság állóképességet, maxerőt, koordinációt, agilitást mit akarunk fejleszteni, milyen mennyiségben, volumen, elképesztő, hogy hol tart tényleg a tudomány ezzel kapcsolatban. Az átlagember szintjén bejegyzi az, hogy most hogy érzem magam? Objektíven és szubjektíven. Szubjektív ez a tényleg, hogy aludtam. Körülbelül. Mire vagyok ma képes? Hogy érzem ma magam? Mennyire vagyok tigris, ahogy a barátom szokta mondani? A másik része boltérték, tehát van egy alapérték. Ha 25 alatt van a boltértéket, biztos, hogy túlélegző vagy. Már másodperc. És ez egyébként hogy csökken? Tehát azt látjuk, hogy amikor elkezd csökkenni, akkor bizony azt látjuk, napról napra változik, hogy a mai napi készenléted az csökkent. Tehát ma kevesebbet bírsz. És ezt használják egyébként az oroszok, a szovjetek, használták például a marokerőt. Tehát egyszerűen volt egy bázis marokerő értéke a sportolónak, edzés előtt mért az ember egyet, ugye ez kilogramba kifejezés, amennyiben 5-8%-kal csökkent a marokerő mértéke, akkor azt mondta az edző, hogy ma valamelyik értéket, intenzitás vagy volumen csökkentjük, mert a sportoló nincsen teljesen kipihenve, vagyis a készenléte csökkent. Használták a vérnyomást, használták az ébredési pulzust, használták
a papírra hány pontot tudok rátenni. Aha. Mérték 10 másodperc alatt, és hogyha ott volt egy 5-10%-os csökkenés napról napra, akkor elvették a volument. De jó, ezeket a technikákat nem nagyon használom. Azt észrevettem, hogy ha fáradtabb vagyok, akkor szinte ökölben nem tudom szorítani a kezemet, elmegy belőle az erő. Az izomidő kapcsolat ilyenkor sérül természetes módon. De előtte meg felhúztam a 180-200 kilót előtte való nap, és fogtam a rudat, és nem. Igen, és ezeket mondom, az oroszok már nagyjából 50-60 éve. Egyébként abszolút primitív, és most rövünk rajta, de működnek. Ez egy józan paraszti ész, nem? Mikor abszolút. Ez valahogy kicsit így hiányzik. Tehát túl gondolunk most mindent, mindenben szakértők akarunk lenni. Egyszerűen lehetetlen. Mindent mérünk, de nem tudjuk, hogy mit csináljunk az eredménnyel. Tehát klienseim többsége, vagy nagyon sok kliensem jelez nekem, hogy az órája azt mutatja, hogy rosszul aludt. Na, ez nagyszerű. De éppen, hogy aludtál? Azt mondja, hogy jól. Kit érdekel? Tehát ugye ezt hívja... Minek hiszel? Az órádnak vagy magadnak? Tehát rengeteg adatunk van, és ugye ezt mi úgy szoktuk hívni a csoportban is, hogy analízis paralízis. Tehát amikor annyi adatot kapsz egyébként, hogy ez téged valóban lebénít. Ez most mit csinálják az a rengeteg adatta, és akkor mindig visszalépünk oda, hogy te a biorobot, te hogy érzed magad? És azt mondja, hogy egyébként rohadt jól. Akkor most nekem hol érdekel az, hogy mi volt a légzési értéket, stb. De azért az tipikus, hogy valakinek, pont tegnap is volt egy ilyen kliensem, 12-es boltértékkel nem érzed magad marha jól. Igen. Tehát nem tipikus. Ez egy régi példa, amikor valakinek magas a koleszterin szintje, és az volt az első kérdés, hogy és egyébként fáj? Hát nem. Akkor köszönöm szépen, viszont látásra tessék máshogy étkezni, vagy nem tudom, dietetikust keresni, de általában az emberek a saját közérzetükből már talán csak meg tudják mondani, hogy mi a probléma, ha nem hipohonder az ember, mert azért olyan is. Világos. Azzal együtt, hogy egyébként abban egyetértek, mert ezt ugye érintettük az elején, hogy az embereknek általában az, amit nevezhetünk egészségértésnek, vagy egyáltalán valóban jobban ismeri a saját autóját, telefonját, mint a saját testének a jelzéseit. Igen. Szóval ez egy alapvető probléma. Igen. És itt az alvás, légzés az egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú tényező. Talán az alvás az, amire egy ilyen szükséges, hát rosszként, vagy egy ilyen muszájként tekintünk rá, nem? Tehát este aludni kell, hogy másnap tudjunk dolgozni, vagy nem tudom mi, de egyre inkább elveszük az időt ebből a pihenésből. És nem gondolunk bele, hogy a másnapi teljesítmény, vagy a sport, vagy a munkában leadott teljesítménynek a csökkenése, az köszönhető annak, hogy nem aludtam. Csak legyintünk, hogy nem aludtam eleget. Igen, tehát hogy vannak azok az úgynevezett állatok, hogy ez a diurnális állatok, amelyeknek hogy tényleg van egy ilyen nappali fázisa, meg egy éjszakai fázisa, és ott jellemzően alszanak ugye esténként, és jellemzően azért teszik, mert olyan a fénykörnyezet. Tehát a fénykörnyezet ki is provokálja, hiszen sötét van. Ebből a szempontból mi oda tartozunk, ahol szükségünk van erre a relatíve nagy mennyiségű alvásra, hiszen ha belegondolsz, akkor az életünk majdnem harmadát alvásra töltjük el. Tehát, hogy de hogy ennek mi a biológiai funkciója? Miért alszunk? Azt ugye? Tehát, hogy ennek van egy biológiai funkciója, és hát egyre jobban derül ki az, hogy mi történik alvás közben. Tehát azok a, nyilván levihetjük az agyhullámoknak, tehát ez a N1, N2, N3 és REM, tehát ugye non-REM és REM fázisok. Azt tudjuk, hogy például a mély alvás különféle fázisaiban van a máshogy gyógyulnak a szövetek, hiszen ilyenkor növekedési hormon kiáramlás van ugye N3 és REM fázisban, ugye a csúcson, ez minden éjszaka ugye 90-120 perces fázisokban alszunk nagyjából, minél többször vagy tovább kerülsz be ezekbe a fázisokba, annál inkább lesz majd a szöveti gyógyulásnak hatása. A memória konszolidációt, vagy bevésődés, ugye REM fázisban történik, a rövid és hosszú távú memória áttöltés REM fázisban történik. Tehát akinek ez sérül, mert felszínes alváson van. Miért? Ezer oka lehet, hogy miért. Tehát a légzésed például. Mert stresszben alszol, tehát szimpatikus tónusban, vagy éppen melletted utat építenek, vagy rossz a fénykörnyezet, vagy a férjed horkol, mint az állat. Mindegyik egyébként ezt a fajta mély alvást majd elveszi tőled, és ez bizony meg fog jelenni majd abban, hogy mondjuk, ha éppen egyetemen tanulsz, akkor valahogy nem jönnek elő az információk. Hát persze, mert nem volt energia. Pedig a könyvben aludtál. Memória konszolidáció. Igen. És akkor jönnek még azok, amit ugye, mert van a limfatikus rendszer, ugye, amit szoktunk mondani,
nyirokrendszer, és kiderült, hogy van egy agyi nyirokrendszer, ugye ő a glimfatikus rendszer, és gyakorlatilag ennek az aktivitása, ugye milyennek a szerepe, a különféle plakkokat, amiloid plakkokat, egyebeket ilyenkor tudja a szervezet eltávolítani az agyból. De ehhez tényleg az kell, hogy nyugi legyen. És szó szerint, amikor mélyalvásba kerülünk, akkor a sejtek közötti területek azok megnövekednek azért, hogy az agyűri folyadék az ezt az átmosó funkciót meg tudja tenni. Tehát nagyon érdekes, ezt lehet látni, erre vannak egyébként YouTube-on meg lehet találni, hogy ahogy alszik a koma bizonyos mélységben, egyszer csak így távolodnak. Tehát olyan, mintha jönnek a kukás autók reggel, és hogy elférjen, szélesebb lenne az utca egy időre. És addig ki lehet vinni onnan a szemetet, meg is történik. De hogyha ez nem történik meg, tehát nincs ez a fajta mély alvás, akkor ez fel fogott majd torlódni, gyulladásokat hoz létre, és hát nyilvánvalóan ugye ezt már látjuk, hogy például a Parkinson és minden, ami a demenciának nevezhető betegség, annak az egyik kiemelt kockázati tényezője a rossz alvás. Tehát akkor tulajdonképpen napközben elszemeteljük az agyunkat egyéb rengeteg mindennel, éjszaka ez a nagy takarítás végbe mehetne, hogyha jól aludnánk, de nem alszunk jól, ezért ugye halmozódik, telítődik a szemetesünk, mint hogyha nem vinné el a szemetes ugye minden héten. Úgyhogy ennek meg az lesz a következménye, hogy gyulladásos faktorokat termelünk, az pedig parakrin módon átadódnak a környező sejtekre is. Meg hát kiváltják az immunrendszernek az érdeklődését. Tehát folyamatosan a nyomorult dolgozna, és túldolgozik, igazából nem lenne igény. Túlpörgetjük ezt az immunfunkciót is. Nagyon sok tényezős maga ez az emberi működés, és ezekbe bele se gondolunk tulajdonképpen, vagy csak legyintünk rá, hogy hát a férjem már úrkol 20 éve, ő így született, nem tudom. Igen. Vagy csinálunk egy gyors detox kúrát, nem? Igen. Tehát, hogy vannak ilyen detox, most akkor... Csak zöldség turmixot fogok inni hetekig. Ebben tök vicces, mert ugye ez a detox megint nagy divat, és akkor ugye majd elmegyek valamilyen, mit tudom én, beöntést csinálnak ugye nagyon sokan, tehát ez, ha szét lehet valahogy tolni a mikrobiomot, akkor sok szerencsét hozzá, mert gyakorlatilag kiírtod a mikrobiomat, tehát ezt nem értjük. Tudom én, vannak ezek a lábfürdők, vagy tapaszok, tehát ezeket nem tudom hova tenni egyébként. De az például, most elég sokat foglalkozom ezzel a témával, az is érdekel, és én azt látom, például vannak olyan kutatások, amelyek egészen tisztán mutatják azt, hogy azt, amit mi csinálunk ilyenkor, tehát ilyen zeller, répa, alma, és ugye ez a tipikus. Igen, ez az igen, és egy kis citrom bele. Mindegyik eleme egyébként a méregtelenítési funkciókat csökkenti. Tehát nem úgy segíti, hanem egyszerűen azokat az enzimatikus utakat lezárja. Még egy extra stresszt pakolunk magunkra, de jó hiszem, mert azt hiszik, hogy ez majd szépen kitisztít, kipucol, a savbázis egyensúlyamat helyrehozza. Nekem az én kérdésem mindig az, amikor valaki azt mondja, hogy ő detox folyamatot csinál, tehát méregtelenít, és akkor mondja, hogy ilyen tablettát, meg ilyen, tudom én, valamilyen búzafű, vagy nem tudom, most minden van mindig. Mindig megkérdezem, hogy érdemes lenne érteni, hogy a szervezet hol tárolja az a mérgeket, hogyha tárol mérgeket. Erre látunk biopsziás kutatásokat, hogy tárol mérgeket, ugye? Tehát zsír biopszia. Egyébként többet tárol a viszerális zsírban, mint egyébként a szubkutánban. Ez csak úgy érdekességképpen mondom, hogy ez is... És ugye itt a fogyásnál azért, mikor hirtelen leadunk egy nagyobb zsírtömeget, akkor ezek... Hát és azt látjuk egyébként kutatásokban, hogy akkor, amikor valakinél... kalória deficitbe kerül, akkor egyébként a korábban minimális plazma toxin értékek, bármelyiket nézzünk, vagy bármelyik toxin, az hirtelen ott van. Azt is látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy bekajál, eltűnik. Ez elég ijesztő helyzet, mert nem tudjuk, hogy akkor honnan szabadult fel, és hova került. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk a hasadról felszabadult, és utána néz körbe a toxin, és még lerakódik, nem tudom, a vesétbe, vagy a magyarba érte. Tehát nem tudjuk, hogy mi történik vele. Tehát magyarán az egyik ilyen megjegyzés, hogy kalória deficit nélkül nem lehet méregtelenítani. Tehát önmagában az, hogy valaki mondjuk iszik ilyen cuccokat, vagy bármi hasonló, semmi nem történik ezzel, mert a méregtelenítés az jellemzően sokkal több fázisból jár, mint hogy répa levet iszom. Igen. És nagyon fontos lenne, hogy itt
ők azt hiszik szerintem ezek az emberek, vagy a nagy többség, hogy ezzel milyen jót tesz magának, hiszen természethez közeli élelmiszert fogyaszt. Mondjuk egy nagyiparilag megtermelt zöldség, gyümölcs, turmix, ahol mondjuk még földet se látott, mert hidropóniás termeléssel készült élelmiszerről van szó, annak a tápanyag tartalma mikroszinten nem biztos, hogy az, amire szükségünk lenne, hiszen ezek a méreganyagok oda tudnak berakódni, ahol hely van. Márpedig, ha én telítve vagyok mondjuk magnéziummal, káliummal, klórral, mint tudom én mivel, akkor nem lesz hely, ahova bepakolódik, akkor meg vese szépen ki fogja választani. De nem biztos, hogy ez jó irány, hogyha bemegyek a Aldiba, Lidlibe, Pennybe, nem tudom, mit mondhatok ki egy ilyen podcastbe, de megveszem ott az előre csomagolt perui, nem tudom milyen gyümölcsöket, vagy zöldségeket, az nem biztos, hogy nekem való. Igen. És kiskertem meg nincs otthon. Valahogy ez én mindig azt mondom, nagyanyámik, ugye egyik családi, vagy tehát az egyik nagyszülői ág, amik a paraszti gazdálkodásból jöttek, soha nem azt mondom, hogy soha, de nagyon-nagyon ritkán kellett boltba zöldséget, gyümölcsöt venni, húst venni, hát mindig volt disznó otthon, mindig volt tyúk otthon. Én ebben nőttem fel, hogy boltban nem igazán vásároltunk, maximum csak pékhez mentünk ennyire. És most ez teljesen megfordult. Már én is a boltba vásárolok, kertes házunk van, de még nincs kis kertem, pedig most már ildomos lenne. És akkor itt az óriási probléma. Hát a Kortalanul projektben erről is szó esik, és ez is az egyik olyan tényező, hogy válogasd meg, hogy mit eszel. Lehet, hogy ez az első lépés, nem, hogy körbenézel a kerületedben, hogy éppen ott milyen helyi termelők vannak, és akkor tőlük vásárolni. Én szerintem az elsődleges része a táplálkozás átalakításának az mindig azzal kezdődik, hogy mennyire tudod kizárni azokat az élelmiszereket, akkor nevezzük így, az étkezésedből, amelyek az összetételük alapján eleve túlevéshez vezetnek. Tehát ha ezt meg tudod csinálni első lépésként, akkor rengeteget léptél előre, mert definitív, ugye meg egy 2022-es kutatás, azt hiszem Virginia Tech kutatása, ugye kiderült az, tudtuk, csak nem sejtettük, hogy az ultrafeldolgozott ételek azok addikcióhoz vezetnek. Hát ezt ki a fene gondolta volna, ugye? És a kutató csapat vezetőjének a megjegyzése annyi volt, hogy ennek okán az ilyen típusú ételeket hasonló fotóval kellene ellátni, mint a dohánytermékeket. Hát nem tudom, hogy kerékbe törték-e a kutatót, vagy hogy mi lett vele, de hogy ez valóban így van, hogy túlevéshez vezet, hiszen addiktív. Na most nekem mindig az a gondom, hogy ha azt mondanám valakinek, hogy egyszerűen csak egyél kevesebbet ebből a rossz típusú, egyél kevesebb chipset esetleg, nagyon nehéz van ebből kevesebbet enni, egy dohányos ezt nagyon jól tudja, hogy nehéz kevesebbet dohányozni, mert hogy addiktív. Igen. Tehát vagy leteszed, vagy nem. Igen. Az alkoholra is ez a helyzet, hogy hát olyan, nagyon ritka az, hogy valaki úgy szokott le, hogy akkor eddig minden nap tajtrészek voltam, mert megittam 2 liter pálinkát, most már csak másfél, pár hónap most csak egy. Igen. Lehet, hogy van ilyen, én még nem láttam ilyesmit, hanem nagyon sokszor az volt, hogy és akkor... Mint a visszazárható chipszes zacskó, ugye valamelyik nap éppen volt erről igen, post, hogy ez hogy... Tehát nem értjük magát a koncepciót sem, hogy erre miért teszünk bármilyen ziplokot, vagy bármi hasonlót, mert ez nem fog. Tehát ezt nem kell visszazárni. Ezt kibontod, megeszed. Ezek ilyen típusú ételek. Egy Nutella is azért jellemzően gyorsabban elfogy, igen, mint ahány adagot jelz egyébként a csomagolás. Igen. Hát és ez nem egy olyan... Az kalória... túlnyomó többségében, ugye csak kalória mindenféle tápanyag nélkül. Így van, tehát ugye van egy olyan koncepció, amit úgy hívnak, hogy telítettség per energia, vagy kalória. És ugye ez úgy néz neki, hogy minden ételnek van egy energiaértéke, kalóriaértéke, és van egy telítettségi faktora. És gyakorlatilag itt arról beszélünk, hogy azok az ételek, amelyek magas telítettséggel járnak, azok jellemzően kalóriában nem annyira dúsak. Tehát erre mindig a legjobb példa egyébként a krumpli. Hülye hangzik, de ugye minden kutatásban kiderült, hogy a főtt krumpli egyébként az, ami a leginkább telít. A makrotápanyag tartalma nem a legoptimálisabb, tehát nem javasolnék senkinek egy krumpli diétát, csak úgy magában, de hogy ezt tudjuk, hogy önmagában nem tudsz belőle megenni sokat. De ráteszünk egy kis sót, egy picit több. De ezzel még nem intéztük el a dolgot, ráteszünk egy kis vajat, hoppá, már sokkal több, erre még tegyünk rá egy kis sajtot, mindjárt más. Csináljuk meg sült krumpliként, hát hirtelen ugye tudjuk, hogy az már őrület. Legyen belőle natur chips,
nem kell visszazárni azt az acskót, és legyen mondjuk ízesített chips. És akkor gyakorlatilag mi történt? Ez a telítettség per energiatartalom, ez drámaian megváltozott az energiatartalom irányában, és ebből nem tudsz keveset enni. Átverjük az agyunkat, fogyasztói társadalommal váltunk, tehát ez most már arra megy rá, hogy minél többet. Úristen, de elszaladt az idő, hogy ránézek, nem is tudom, már beszélünk egy órája körülbelül, és még mindig van téma, kivesészhetetlen tulajdonképpen ez az emberi működés. Egy rövid kis összefoglaló gondolom, majd az eszenciája, a kortalanul eszencia, a hamarosan megjelenő könyv is erről fog szólni, de egy rövid kis eszencia, hogy haladnak az emberek, tehát siker szinten, hogy mennyire sikeresek ebbe a programba ők. Nekünk ugye az volt nagyon fontos, hogy mérjük az elégedettséget, mert sokféle dologra lövünk. Ugye a többség úgy jön be, hogy testkompozíciót szeretne változtatni, egy picit lefogyni. Igen ám, de azért nem baj, hogyha mondjuk az egészséged egy picit majd javul. Azt lenne baj, hogyha éreznéd, hogy magasabb teljesítményre vagy képes. Tehát fel tudsz menni a lépcsőn, nem fáradsz el, meg ilyenek. És a kérdéseink erre vonatkoztak a végénél, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy 98% a válaszadóknak az úgy minősítette, hogy sikeres volt a program. Tehát ha normál iskolai jegyekben gondolkodunk, akkor aki 4-est vagy 5-öst adott nekünk, az 98% volt. Ami azért elég nagynak tűnik. 43 ezer embernél ez nagyon jó. Tehát, hogy ez a prémium programra vonatkozik, az egy kisebb kvázi ügyfélszám, nevezzük így, de minket is meglepett ez a fajta siker. És még egyszer mondom, a siker az nagyon sokszor olyanokban mérhető, ami minket is meglep. Tehát a legextrémebb, amit így tudok mondani, hogy pont el raktam be a csoportba, mert az engem is úgy megfogott, hogy az egyik hölgy, aki nagyon sokat fogyott egyébként a programban, de ment haza, és az anyukája nem látta 5 vagy 4 hétig előtte, és ránézett, és azt mondta, hogy az órod megcsináltattad? És mondta, hogy nem, orrlégzésre váltottam. És kiderült, hogy az orrnak a struktúrája, tehát egyszerűen kinézete megváltozott attól, hogy most már használja. Ezek ilyen furcsa visszajelzések, de ezekből rengeteg van. És egyből az jött le, hogy megműtette az órát, mert hogy annyira megváltozott a kinézete. Így van, és ez anyukája mondta, tehát nyilván egy annak, ez ismeri az arcát, és azt mondta, te jó, hogy mennyire megváltoztál. Tehát ilyenekből, mondom, ezek ilyen, te jó ég, ezek minket is meglepnek, de rengeteg olyan dolog van. Az, hogy mondjuk jobban alszanak, jobban terhelhetők, jobb a légzésük, jobb a pánikroham, szorongás, egyebek, azok szignifikánsan javulnak. A testkompozíció az, ami egészen elképesztően tud változni, és azt látjuk, hogy, és ezt a végére így bekötöm, hogy a program ugye az úgy néz ki, hogy nagyon sokszor az emberek fele jön a következőre is. És ez azért van, mert az elkezded valahol, te látsz egy programot, ami most neked szól. Lemegy a program, közben van egy szünet, ami 4-6-7, és te addigra, mivel a programot folytatod, te már máshol vagy. Tudásban, testkompozícióban, fitségben, és amikor újra kezded, te máshonnan kezded a programot. Tehát neki ez egy új program, hiszen ő új kihívásokat kap. Ő azt kapja, amit a korábban abban a kategóriában lévők kaptak, de őre nem figyelt, mert ez nem az ő kihívása volt. Tudod? Igen, és nagyon nem kevés olyan kliensünk van, aki velünk van a fizetős programban most már 2 éve. Mert azt még folyamatosan veszi ki belőle az információt, és folyamatosan javul a testkompozíció, és jobban lélegzik, stb. Mindig van egy pici apró mozzanat minimum, amit be tud építeni, hogy eddig erre nem is gondoltam, vagy nem tudtam rá gondolni, mert éppen nem azon a szinten voltam. Így van. Hú, nagyon érdekes. Gratulálok, nagyon szép eredmény ez a gyönyörű visszajelzés, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy csatlakozzon a Facebook csoportba, és növeljük a elérhetőséget, mert rengeteg egyéb egyszerűen ingyenes információt kaptok. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon fontos, hogy a maga a nyitott csoportban, ami ugye csak ki kell tölteni azt, hogy elfogadom az alapelveket, minden ingyenes. Tehát semmit nem kérünk tőlük, hogy megvegyenek, és rengeteg letölthető anyag van. Hogyha úgy gondolja, hogy neki csak ennyi a célja, hogy ezekhez hozzájusson, tök jó. Igen. És aki meg kedvet tart, vagy úgy gondolja, hogy neki szüksége van kis csoportos együttműködésekre, minden ott a prémium program. Így van. Bárki nyugodtan becsatlakozhat, és hát akkor sok sikert kívánok mindenkinek. Szerintem nem értünk a végére. Én még érzek ebbe még beszélgetésre szükségességet. Hú, de szépen mondtam el.
De nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, nagyon remélem, hogy tudjuk folytatni, és a kedves nézőket, hallgatókat pedig kérem, hogy kommenteljenek, hogy ők mit hallanának szívesen, melyik részről, melyik témát dolgozzuk fel egy picit részletesebben, hiszen látjátok, hallhatjátok, hogy egyszerűen képtelenség itt ebben a rövid időzónában, vagy időintervallumban beszélni itt mindenről, amiről a könyv is szól. Másrészt, ha felmentek a Facebook csoportra, vagy Lakatos Péter kortanú projektet beütitek a Facebookon, ott a privát oldalon is rengeteg információ van, rengeteg videót is találtok, ilyen kis szösszeneteket, ahol súlymellényben éppen sétálva elmondasz egy rövid kis sztorit, ami szintén nagyon hasznos. Akkor ezt írjátok meg, hogy miről hallanátok. Nekem most a légzés meg az alvás volt egy ilyen kulcsfontosságú dolog. Láttam Haaland is. Haaland, hogy kell kimondani a focista nevét? Haaland. Ő is a tapasszal alszik, és akkor utána a csoportban láttam, hogy van, aki kommenteli, hogy hát a patikában kértem, aztán hülyének néztek, hogy megfulladsz. Na ez egy érdekes sztori, ezt is kibeszélhetjük. Úgyhogy kérlek, kommenteljetek, hogy mit hallanátok szívesebben, izmosodásról, fogyásról, anti-agingről, örök életről, ingyensőről, nem tudom, mindenről beszélünk, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Péter, és akkor folytatjuk. Én köszönöm. Köszönöm. Sziasztok.